Üdvözlök mindenkit a Halálos Dózis című podcast első epizódjában Benedekkel, Bercivel és Márkkal. Én LP vagyok. És a mai videóban szeretnénk beszélni a csimpánzokról, akik abszolút elszabadultan képesek letépni bárkinek a végtagjait. Mert egyébként nem tűnnek olyan állatnak szerintem, mint ami képes lenne erre. Emlékeztek azokra a régi sorozatokra, amikor így volt, így beöltöztették ilyen overallba, nem is tudom, mi volt a neve annak a sorozatnak, beöltöztették ilyen kis kantáros gatyába a majmot, és akkor volt így a családba, így odaadta azért a tejet az embernek, meg a műzlit, meg mit tudom, és akkor aranyos volt, fogta a kezét az anyukának, meg ilyenek. Én így nőttem fel, hogy én ezt így tudtam. Ez ilyen sorozatokhoz, meg a ilyenekhez mindig gyerekcsimpánzokat használnak. Igen, az is igaz. És hogyha ez felnő, akkor válik veszélyessé. Abszolút. Hát amikor a hormonok beindulnak. Igen. Yeah. Ismeritek Jane Goodallt? Nem. Nem. Egy ilyen brit ilyen kutató, nem is tudom, most már lassan 90 éves. És ő annak szentelte az életét, hogy csimpánzokkal dolgozik. Azekkel a rendes felnőtt csimpánzokkal él a kinn a dzsungelben. És valahogy ő így mindig kihozza az emberit belőlük. De ezek a mostani incidensek, ezek valahogy pont az elrettentő ellenpélda. Tehát ilyen rezervátumban ilyen majom civilizációt csinál, akik ilyen úgy élnek, mint az ilyen békésen? Úgyhogy... Hát ő neki az volt a dolga, ő olyasmi figura, mint az Attenborough, csak ő így a csimpánzokkal foglalkozik, és így ott él közöttük. Ez valahogy... Ez... És befogadták meg minden. Én valahol hallottam, hogy Japánban van egy ilyen nagy, óriás, ilyen kis rezervátum, ahol ilyen majom paradicsom van. És azt hiszem pont ott volt, hogy ilyen kompjútereken nyomkodták a gombokat a majomok. Nem tudom, hogy ez csimpánzok voltak-e, de egyébként jutott ez a kognitív teszteket végezték rajtunk. Ja. Valahogy úgy. Ilyen jutalmat kaptak, hogyha jól követték a számokat sorrendben, meg ilyenek. Ja. De egyébként én nem... És jobban teljesít egy gyerek csimpánz, mint egy ember. Mint én. Mint egy ugyanolyan korú ember. Igen, de mondom, én úgy nettem fel, hogy ezek a csimpánzok ilyen aranyosak, meg jó pofák voltak, aztán amikor megtudtam, hogy amúgy meg kifejezetten agresszívak tudnak lenni. Ilyen, nem is tudom, simán, olyan, mint hogyha ilyen pszichózisban élnének folyton, hogy így, meg kiszámíthatatlannak tűnnek. Tehát, igen, a legagresszívabb főemlős az a csimpánz. Ilyen felnőttem úgy, hogy én is akarok, hogy majmot egyszer, tök jó lesz. Aztán, amikor, nem is tudom, amikor elkezdtem nézegetni, ez még a Sötét Mesék csatorna készítése előtt volt jóval, amikor elkezdtem nézni ketek a creepy contenteket, akkor volt ez a videó, az a... Tuti, mindenki ismeri ezt a hanghívást, amikor volt ez a majom, akit ilyen szanax kezelésem volt, már én amúgy is idegbeteg volt, ilyen valami szorongás, vagy nem tudom milyen volt. És akkor így letépte a tulaj, mi ez a gazdájának, a barátnőjének az arcát, szanaszéjjel tépte, akkor jöttem rá arra baznak, hogy igazából ezek a majmok, ezek azért erősebbek az embernél. Tehát, hogy jó, egy csimpánz itt oké, de valami van bennük, valami olyan erő, ami az emberben nincs meg, hogy képesek letépni. Én, ha akarnám, se tudnám letépni szerintem valakinek puszta kézzel az arcát. Ja, olyan szinten vannak a csimpánzok, mint egy flakkás drogos. Ja, kontextnek ez a flakka, ez olyan fajta drog, amitől olyan lesz az ember, mint valami szörnyetek. Egy zombi drog. Ilyen zombi lesz belőle, aztán megemeli az autót egyedül, meg ilyenek. Ilyen bolondá teszi az ember. De valami mégis volt abban a majomban, ami kiborította a Billit, hogy meg igazából az se biztos, hogy segített a szituáción, hogy elkezdték ezért hátba szúrni egy konyhakéssel, de hát mi a más tesz? Ez már akkor volt, amikor már nagyba ment a hentelés. Ja, de mi más tudsz tenni ilyenkor, igen. Csak nem is értem, hogy... Ez a Travis volt.
Ez a Travis, igen. Ez a Travis. Nem tudom, miért akarná egyébként valaki csimpánzt tartani, mert ez biztos jó nagy reklám, hogy voltak ezek a sorozatok, hogy jópofa csimpánzott van mindig a vállán Nem az tudom, embernek, hogy meg ilyenek. miért terjedhetett el, hogy a csimpánzok azok ennyire intelligens, meg ilyen ártalmatlan lények. Intelligensnek intelligensek csak. Igen. Nem azért csimpánz küldtek az űrbe valamikor, nem egy csimpánz? A csimpánzok azok, tehát ők azok, akik eszközt használnak. Meg ők vannak a legközelebb hozzánk az összes másik faj közül, én azt tudom. Igen. De... eszközhasználatról jut eszembe. Volt egy svéd állatkertben egy Santino nevű majom, csimpánz, aki rendszeres kövezési támadásokat végzett az állatkertnek a látogatóin. Az az, amiről olvastuk, hogy el is tervezte. Tehát rendesen megtervezte és félrevezette a gyanakókat. Ez egy ilyen előre kitervelt. Lőszerraktárakat rakott az élőhelyének a szélére. Várta az áldozatait. Sok emberen is látom egyébként ezt a chimpanzee behavior, mármint, hogy így, amikor az most kifejezetten, várjál, csak kifejezetten. Jáborul az ajad, és akkor csapkodol. Igen, kifejezetten erre gondoltam, hogy amikor, mit tudom én, megyek az ősvezértéren, akkor van, amikor látok valakit, hogy pont ma volt, hogy voltam tegnap voltam a Sugar Centerben, és akkor ott így valahogy két ember így egymás mellett elment. És így nem tudom, valamiért így elkezdtek kötözködni egymással. Simán megoldható lett volna az egyébként, hogy izé, bocs, tovább mennek, kész. Nem, így megálltak, és akkor így tényleg azt láttam, mint a majmokat, hogy így városi gettó. Olyan volt abszolút, hogy nem volt. A másik, ami eszembe jut, az a villamosos felvétel, amikor ül a Homer Simpson meg a felesége egymással szemben. Fújj, de megjátszod a picsát! Ja, annyiszor előjön egyébként az emberből ez, mert túl sok, annyi választ el szerintem minket, hogy kevésbé vagyunk szőrősek, és meg nem tudom, tudjuk, hogy létezünk. Szerintem, hogyha a csimpánzok rájönnének arra, hogy léteznek, akkor lehet, hogy már kipusztították volna az embereket. Hát a rosszabbik felét az emberiségnek. Ennyi választja csak el a csimpánztól. De egyébként, amit az emberek hisznek a csimpánzokról, azok valójában a bonobókra igazak. Tehát bonobó majmok azok, akik az olyan majomfélék, mint amilyennek a csimpánzokat hiszik az emberek. Azok ilyen teljesen hippi. A bonobó az, amiknek ilyen hosszú karja. Ők azok, akik azért szexelnek, mert jól esik. Igen. És egész nap, és állandóan, és mindenkivel. A bonobó az a hosszú karú, ilyen aracsony? Nem, az a gibbon. Melyik? A bonobó az olyasmi, olyan... mint a csimpánz, csak kisebb, meg igen. Feketébb. Fekete, igen. Az ilyen barna, bonobó, meg fekete. És annak viszont utána néztem, ja, hogy... Az, melyik mondja, hogy Nem, az a gibbon. Nem. Beszarok, akkor nem tudom melyik. Mindjárt elkeresek. De arról olyan... elkerestem, hogy bonobó még nem támadott emberre soha. Nem támadt emberre. Túl horny ahhoz, hogy támadjon. Nulla. Jó, igen, ez az, amiből láttam egyszer egy olyat, ami szörtelen volt, és eszméletlenül ki vannak basz. Olyan izmos, mint az állat. Van ilyen betegségük, hogy kiúlik a szőrük. Igen. De egyébként ők jobban hasonlítanak emberre szerintem, mint a csimpánzok. Csimpánzok olyanok, mint ilyen kis koboldok, vagy ilyen kis, nem is tudom, mert amúgy felnőtt, mekkora lehet egy felnőtt csimpánz, talán mint egy 6 éves 70, gyerek? Max 70 kiló, egy teljesen kifejlett csimpánz. Akkor mondjuk nagyon. Nem, milyen magas kb. A Travisra azt mondták, hogy 90 kilós volt. Az egy kövér kiló. Disznó volt, az kövér volt. Amely Amerikában nevelték, úgyhogy. Hát meg ezért pohárból itt a bort a családdal, meg jégkrémet evett. Egyébként az is biztos jó. Azt mondja, a mentális egészségének. Hogy... Azt mondja, a testmagassága az 90 és 120 centi között van a nőstényeké. A nőstény 50 kiló, a hím az olyan 70. Egyébként, figyelj, gondolj bele, nem lehet, hogy azért csavarodott be a Travis, mert túl embernek akarták őt?
kezelni, mármint, hogy így rájött arra, hogy az emberek így élnek, ilyen hülyeségeket csinálnak, hogy összegyűlnek, isznak, nevetnek egymásnak úgy, hogy valójában nem is boldogak, aztán így rájött, rádöbb. Így, lehet, hogy a Travisnek volt egy olyan pillanat az életében, amikor ő úgy döntött, hogy ő nem akar ilyen ember lenni, elege lett, és véget vett mindennek, így vér forogott a szemébe, mert rádöbbent arra, hogy ő nem hajlandó úgy élni, mint egy ember. Vagy nem tudom. Szerintem ez túl jó, jó film lenne belőle. Ja, tudom, kicsit túloztam, de értitek, hogy mire gondolok. Az, hogy Xanaxon volt tartva, szerintem többet játszott közre. De egyébként van abban is valami, amit a Mark mond. Tehát, hogyha érzed magadon, hogy nem vagy olyan, mint más, de próbálnak úgy nevelni, mint ők, de akkor is hiába nem tudod fölfogni, hogy mi az, ami rossz veled, de mégis érzed, hogy valami... Valami van. Hiányzik, ami itt neked... Ezért van az, hogy vannak ilyen emberek, akik tartanak, ugye tigrist tartanak háziállatnak, meg van ez a floppa macska, már nem is tudom, mi a neve, karakál, amit tartanak. És látom a felvételeket róluk, és egyikben sem azt látom, hogy ők kötődnek a gazdájukhoz, hanem azt látom, hogy élvezik azt, hogy el vannak tartva, de amúgy meg bármikor széttépnek, ha nem kapják meg, amit akarnak. Ellentétben egyébként egy kutyával, aki ugye, tehát a kutyák azok mit tudom én, milliók óta úgy van, bazd meg, hogy segítenek az embernek, meg így összenőtt, mert a genetikájukban benne van, hogy az embernek a társa. Ez ugyanez van a macskával is egyébként, hogy már így olyan régóta van az emberrel, hogy ők így tudnak harmóniában élni. De egy csomó olyan állat van, mint például a tigris, meg a karakál, meg a pumák, ilyeneket látok, hogy ilyeneket tartanak az emberek, meg csimpánz, és akkor így vagy medvét, olyan is van, és akkor így legtöbbször az a vége neki, hogy vagy elveszti az ember a karját, vagy az életét, mert éppen olyan jó volt az állatnak. Mert a természetben olyan nincsen, hogy szeretné, tehát az állatok nem nagyon szeretik egymást, inkább csak kötődnek. De az, hogy most nem öllek meg téged, mert amúgy bírom a fejed, olyan nincs. Olyan van, hogy de most hagyjál, ha nem hagysz békén, akkor letépem a fejedet. És megteszik. Szóval én ezt így látom egyébként. Nem tudom. Igen. Hát mondjuk kutyánál is ugye függ ez attól, hogy nevelik, de van egy ilyen alapja szerintem ő náluk abban, hogy már sok-sok ideje ők az emberrel harmóniában élnek, és ez már így alakította az őre azt, ahogy ők viselkednek. De hát a majmok meg hiába. A majmoknál meg ott van ez az uncanny dolog, hogy annyira hasonlítanak, meg annyira közel állnak hozzánk így a fán, ezek a majmok, hogy így be tudunk dőlni annak, mert ugye nem tudom, hogy hallottátok-e, van egy ilyen dolog, ez a antropomorfizálás, vagy nem is tudom mi a neve, amikor látsz egy állatot, és akkor az ember a képes találni az arcán kifejezéseket, amolyan, hogy nincs ott, csak hogyha látsz valamit az arcán egy állatnak, ami olyan, mintha egy ember mosolyogna mondjuk, az te természetesen úgy fogod fel, hogy ő most boldog, mert mosolyog, így antropomorfizálod a fejedben, hogy akkor, hogyha ő mosolyog, akkor az azt jelenti, hogy akkor jó, amit csinálok. De vannak állatok, akiknek az esetében ez az úgynevezett mosoly dolog, ez azt jelenti, hogy ideges például. Csak az ember nem veszi észre, mert megszokta, úgy néz rá, mint egy másik emberre, tudod? És sokszor megesik az, hogy úgy ezért bántja az állat az embert, mert nem tudja leolvasni, mert természetesnek veszi, hogyha mosolyogok, akkor folytatom, amit csináltam, simogatom, vagy mit tudom én. Pedig nem erről van szó, nem szereti. Macskák se szeretik, hogyha simogatod a hasukat, csak akkor, hogyha ők megengedik. Tehát vannak ilyen dolgok, hogy az ember képes elfelejteni, hogy mi az, amit ő most ott simogat, vagy mit tudom én. Kösz, hogy eljöttetek a tettalkom. De ott van az is, hogy a csimpánz az egy olyan állat, ami kimutathatóan érez empátiát. Tehát van olyan, hogy örökbe fogadják az árva utódokat más csimpánzpárok, csimpánz szülők, és a többi, és állítólag az embernek is le tudják olvasni az érzelmeit valamennyire. Tehát lehet, hogy ez a Travis-es
tragédia, ami éppen most szóba jött, az egy különleges eset. Ja, hát különleges eset, de hát, attól még ugyanúgy szerintem nem, hát veszélynek vesznek szinte minden, szerintem, nem tudom. Hogyha mondjuk a dzsungelbe találkoznék egy csimpánzzal, akkor nem hiszem, hogy úgy gondolom. Én elkerülném, amennyire csak lehet. Ja. Ja. Fú, eszembe jutott az a videó. Amikor... Még egy emberi tulajdonság, ami megvan bennük, az az irítség. Igen. És hogy bosszút álljanak. Ez kemény. Mert volt ez a pasas, Saint James Davisnek hívták, és neki a feleségével volt egy majmuk, egy csimpánz. Most így ilyen nagy sztár volt ott, ahol őt tartották, aztán egyszer csak felnőtt, és akkor be kellett adni egy ilyen rezervátumszerűségbe. És ez a pasas, ez mindig meglátogatta azt hiszem Moon-nak hívták a majmot. Mindig meglátogatta, és minden születésnapján vitt neki egy születésnapi tortát. És azt csak az övé volt. Viszont a többi csimpánz ezt látta, hogy ez a pasas visz annak a csimpánznak egy tortát, és mi nem kapunk belőle soha. És egyszer valamilyen oknál fogva ki tudtak szabadulni a többi csimpánzok, és szétbarcangolták ezt a pasast. Túlélte egyébként? Túlélte, igen, de az órát leharapták, az ujjait leharapták, a nemi szervét leharapták, a lábát, tehát a lábát is leharapták. Ez kemény. Ja, ja. Meg, ja, izé jutott eszembe, van egy ilyen videó, nem tudom, hogyha majd megtalálod a kovágbe, de van egy ilyen videó, amikor mondjuk lehet, hogy ez nem is csimpánz volt, hanem ez a kínai, van ez a, mert most küldök egy képet, mert pont akartam beszélni erről a fajta majomról, amikor izé... Ja, ez igen. Amikor beadták a majom... Szafejek ezek a majomok. Volt egy ilyen videó, hogy beadja a majomnak egy banánt, így nyúlkál a banánért, így odaadja neki, és így széttépi, nem is eszi meg, csak szana széttépi, mint hogyha ezek... idegbaja lenne. Ezek ellopják a csecsemődet, és megeszik. Igen, arról akarok egy videót csinálni, hogy egy ilyen összeállítás lehetne ezekről pávián csecsemőrablásokról, és a többi. Ezt csak azért akartam beküldeni ezt a képet egyébként, mert eszembe jutott, hogy ezek, nem is tudom, talán Tájföldön, vagy Kínában valahol, ezek úgy rómolnak az utcán, csak úgy, mint nálunk a, mit tudom én, a verebek, vagy a szarkák, tudod, hogy így igen. Mindenhol van, és a legtöbbjük egyébként ilyen eszméletlenül el van hízva, mert retetik az emberek őket, tudod, így mindenféle, és akkor van, így, és követelődzőek, és nem hagynak békén, és ellopják a kajádat. Na mindegy, amit erről a majmokról akartam mondani, hogy ezek is szerintem úgy veszélyesek, mert ezek olyanok, mint a sirályok, hogy kezedből kilopják a kaját, hanem, és mi van, ha nem adod oda, vagy a gyerekednél van egy fagyi, nem adod oda neki, akkor széttépi a gyereket. Mondjuk ezek annyira nem nagyok, meg nem zég, de... Legtöbb állat tud veszélyes lenni. Igen. Majmok főleg. Ja, meg egyébként, ami még ez... Mondjad? Most találtam egy elég érdekes dolgot. Utána néztem egy kicsit ennek, hogy ugye a Travis is rengeteg alkoholt fogyasztott, igen. Meg ez a másik csimpánz, a Lucy, ő is nagyon sok alkoholt fogyasztott, és kiderül, hogy ennek van a vadonba is megfelelője. Mégpedig rohadt gyümölcsöket esznek fel a földről, és intoxikáltak lesznek tőle. Tényleg ugyanis, mint az ember. És direkt a rohadt gyümölcsöket eszik, hogy megkapják az etanolnak azt a hatását, amit oly sokan követelnek maguknak. Volt régen egy ilyen természetfilm, abból láttam ezt, hogy így a... Ezért a zsiráf így megette a rohadt gyümölcsöt, aztán bebaszott, és ja, lúgott a feje neki, meg minden. Van egy egész olyan teória is, hogy az emberiség úgy kezdett el fejlődni, hogy az előember az pszichedelikus gombákat evett. Az a neve, hogy Stoned Ape Theory. Úgy tudom, hogy ezt fel fogod hozni. Bárki fölhoz, ezt te leszel, hogy... Pedig te vagy a Joe Rogan most. Most nekem kéne lenni. Fel akartam hozni, de megelőztél. Igen. Persze. Na mindegy, azért Joe Rogan ír már egy e-mailt nekünk, hogy akarsz jönni a show-ba, szívesen meghallgatunk. Ja, tolmácsolok.
Ha lesz idő, akkor majd befejezem. Van egy kis időd, akkor gyere már. Hát, nem, hogyha mi ráérünk, akkor majd jöhet. Ja, de egyébként ebben is mennyire hasonlít az ember. Hát baszki, kimész az utcára, minden második emberen látod, hogy alig tud járni. Mert legalábbis itt nálunk Magyarországot talán Európában a második legalkoholistább nemzet vagyunk, aztán valami a majmokat is megviseli nagyon, ami miatt ők így szeretnek inni, nem tudom. De és Joe Rogan mennyire hasonlít egy főemlősre, az is érdekes. Szóval mi? De és még annyit, hogy ugye sokáig azt hitték a csimpánzokról, hogy ők növényevők. Szerintem azok bármit és, megesznek. És ők vadásznak. Az, nem tudom, milyen az a kisebb majom. Nem tudom most hirtelen, hogy mi az a majom, amire ők vadásznak. Makelpon. Csoportosan. Nem tudom, nem az. Tehát megszerveznek egy vadászatot, ott kint a vadonban, ahol élnek. És csoportosan becserkésznek azt a kisfajta majmot. Nem tudom, mi a neve. Elkapják és szétmarcangolják. Kettét épik, amikor még él a majom. Red Kobulus. Az a majomnak a neve. Micsoda? Piros Kobulus. Igen. Igen. Nem tudod, hogy használnak-e eszközt a vadászathoz? Vagy? Nem. Tehát ez az a... Ez amikor a 90-es években készült, azt hiszem. From the purposeful way in which he's walking, it's clear that the search for prey has started. The other members of the team are not far away. They've been steadily following the monkeys for about 20 minutes, looking for an opportunity. The technique they will almost certainly use is that one of them will be driving the colobus ahead of him. Then there will be others that go up on either side who are the blockers who won't make any attempt to catch the monkeys. And then there are chasers who go and grab at the monkey if they can. And finally, there's one male who will go up ahead and ambush it. So bringing the whole trap close. Tehát így teljesen megszervezik a vadászatot így egymás között. Ja, pont ezt akartam mondani. Van, aki, innen... vannak hajtók, meg van egy, aki elkapja a végén. Innen mondom már, csak azt hiányzik, hogy azért dobáljanak valamit, vagy hogy azért feljenek, botokat kifenjenek, vagy valami. Igen. Vagy valami hálót használjanak, és akkor már majmok bolygója van. De mi az Isten az, ami visszatartja őket attól, hogy evolválódjanak vajon? Hogy tényleg elkezdjenek használni hálókat, meg ilyeneket? Az idő. Idő kérdése. Van, aki azt mondja, hogy a csimpánzok már a kőkorszakban vannak. Tehát amikor nálunk az ember volt a kőkorszakban, most ők ott tartanak. Mhm. That's one of the blockers that's now quietly come ahead of the colobus. It's halfway up the tree now. He's deliberately. Én amúgy nagyon értékelem az Attenborough-t, hogy nem szól bele az ilyesmikbe, mert hogy így lazán végignézi ezt az egész vadászatot, elmondja, mi történik, és kurvára nem fél semmitől. Vagy mondjuk többen vannak, meg stábja van, de én nagyon értékelem, hogy ezt... Attenborough-t nagyon szeretem én is. Nagyon-nagyon. Meg tényleg így nagyon annyira szigorúan veszi egyébként a szabályait a természetnek, hogy ott hagyja izé szomjan haló elefánt bébit a sivatag közepén, tudod? Vagy valami ilyesmi, nem tudom már, hogy volt, de... Na! Ott van, elkapták. Itt széttépik. Jesus. Ez... Lehet, hogy ezt nem fogod tudni mutatni, max a hangokat, azt jó van. Ó, oh, az... De ez is... Úristen, ez ahol megállítottad. Ez is YouTube-ról megy. Hát YouTube-ról megy, de... Copyright miatt. Ott van a... Fú, bazeg, ezt még nézni is nehéz. Bazeg. Ez a zombis filmekben az a jelenet, amikor sok zombi egyszerre elkap valakit. Bazeg.
Ja, nagyon-nagyon ijesztő. Én egyébként én pont ezért tartom ijesztőnek a majomféléket, főleg a gorillákat, mert A gorillák annyira azok sokkal békésebbek különben, mint a békésebbek, simpánzok. meg intelligensebbek is, de bennük van, bennem van az, Nem, hogy intelligensek, azt hiszem. Én nem, azt... nem a csimpánz a legokosabb? A csimpánz a legokosabb, igen. Én csak az alapján mondom, azért tudom, hogy megtanult jelbeszélni, az a kokó, már nem él sajnos, de az jutott eszembe, de mindegy, hogy látod rajta, tehát nézed az arcát, és olyan, hogy látsz rajta olyan, Jézusom, a koponyájából szedik ki azért, fú, bazd. Érted? És ott áll 10 méterre. Ő meg csak nézi a kamerát, és mondja, hogy hát igen, ez lenyűgöző. Ilyet még nem láttam, ez hihetetlen. És nézik tovább, izé, 2 méterről. Hú, de figyelj, mondom, ami nagyon ijesztő, azt keresd már még, meg létsz itt, amikor blöfföl a gorilla, tudod? Ja, azok sokszor csinálják azt. Na, hogy látod az arcukon azokat a ilyen kis gesztusok, ilyen nem is tudom, mimikát, amit az emberben is ott van, és látszik, tudod? És leolvashatod úgy, mintha egy ember lenne, de biztos garantáltan nem az van az ő fejében, mint egy emberében, amikor úgy néz rád. Ez az, ami a legijesztőbb bennük, hogy olyan, mintha egy embert látnál, de nem az, és el tudod felejteni, hogy nem egy ember, mert annyira hasonlít a szeme neki. Hát a plöföl. Ez azt hiszem pont egy Werner Herzog filmben volt, nem? Én összeszartam volna magam a csávóhelyével, biztos. Játsz vissza, itt az nagyon durva, hogy ő tudta, hogy csak blöfföl, meg sem mozdul. Én nem tudom. Nagyon durva. Na most egyébként mondd el, hogy ez nézd meg, hogy ez szerintem ez pont intelligenciát mutat ő benne. Egy csimpánz az nem biztos, hogy csinálna ilyet, hogy megblöfföl. Az nem blöfföl, az neki ment volna. Persze, az oda megy és széttépi, ennyi. Ja, és ja, kicsi backstory egyébként, ez csak annyi, hogy azért ment neki, mert egyébként találtak egy kicsi gorillát, és az embernél volt a gorilla, a kis gorilla. És ez nem tetszett a nagy gorillának, el akarta venni tőle, de nem ijedt meg semmi, és akkor ott hagyta. De végül visszakerült a kis gorilla, azt hiszem a természetbe visszaadták a gorilláknak, ott felnevelték. Csak hogy ez volt érdekes, hogy a gorilla az ugye, annak abszolút, olyan lenne széttépni téged egy gorillának, mint neked egy fogpiszkálót, tehát ez semmi, én nem is tudom, hogy annyira erős állatok. De nem akarta megtámadni, nem akarta megölni, nem állt szándékában megölni az ember, csak rá akart ijeszteni, megni, így. Ez nekem több intelligenciát mutat, mint amit a csimpánzokban látok. De mondom, most már kíváncsi vagyok, hogy csimpánz küldtek az űrbe, vagy valami más, vagy orángután. Csimpánz volt. Hemnek hívták, csonkának. Mercury Reston 2-es kapszulában, 1961. január 31-én. Na, és ez nem tudom, hogy az Istenben nézhetett ki, most itt trénelték a gorillát, mit kell nyomni, gombokat így, éveken keresztül, aztán nem, berakták, kiküldték. Meghalni. Ja, felküldték, hogy megdögöljön ott az űrben. Pont azt tesztelték, hogy túl lehet-e egyáltalán élni. Igen. Ez mikor? Hát azért küldték fel, hogy vagy meghal, vagy nem. Ez még a hidegháború előtt, vagy közben volt? Hát... Szerintem közben. De közben volt. Tehát az oroszok azért küldték. 69-ben volt a holdra szállás, úgyhogy nyilván előtte tesztelték le, hogy túlélik-e. Ja, tehát akkor a kutyát az oroszok küldték, a majmot meg az amerikaiak? Ez a hell, igen. A halakat is, igen. És meg azt a üzéket is, bogarakat is küldtek. Hem azért híres, mert ő túlélte, nem? Ja. Vissza is jött. Tehát akkor mennyi lehetett, amennyi nem, amelyik nem élte túl? Sok. Ja. Biztos. Tudsz. Arról mind nem tudunk. Egy kis side track. Az egyetlen organizmus, amiről tudunk, ami szült az űrben, azok csótányok. Azok szerintem bárhol, az abszolút. Szerintem kiszornál a Mars felületén egy rakás csótány, szerintem egy éven belül ilyen háza, kolóniájuk, ilyen civilizációt építenének a csótány. Kifejlődnének ilyen Starship Troopers. Ja, nem, olyan lenne, mint a
a Men in Black-ben azok a bogarak olyanok Ja, lehetnek. ja, ja, igen. Szerintem simán elképzelhető. De mondom, én amikor gyerek voltam, akkor mindig ment a tévében ez a sorozat, hogy ott van a családban, a majom milyen aranyos, ott a kis kantáros gatyájában, meg a ja, hát igen, rosszul, meg, aranyos, meg minden. Föl van öltözve, meg minden. De nem jut eszébe az embernek. Erről most eszembe jutott az, amikor a állatkertben voltam legutóbb Budapestében, akkor volt, hogy pont megtaláltam, hogy megetették a páviánokat. Azok azok az pszichopaták. Az nagyon durva. Abszolút, azok. Beszórják a sok zöldség, de nem is mentek meg semmi, csak beszórták a sok izét, egy ilyen nagy kupasz zöldség, vagy mi gyümölcsöt, és kitépték egymás kezéből, szana szétrángatták. Volt tényleg, ők is azt csinálták, hogy meg se eszik, csak így széttépik az egészet, mint hogyha idegesek, vagy dühösek lennének. A csimpánzok azt különben egymást is megölik, hogyha tehát ha valami viszály van, ja, meg akkor simán nagyon vernek egy másik, tehát egy másik tagot. Ők azt hiszem, lehet, hogy hülyeséget mondok, de azt hiszem, hogy a csimpánz, a nőstény csimpánzok, azok van eset, volt olyan eset, tudott dolog, hogy megcsonkítják a kis csimpánzokat. Ez is valamilyen ilyen pszichológiai dolog náluk, hogyha valamilyen körülmény között, nem is tudom már, hogy miért, de valahol, mintha olvastam volna egy ilyet, nem tudom, hogy valamelyik őtök ezt gyorsan meg tudja nézni, mert én itt most csak gondolkodom ezen, hogy lerágják a lábait, ujjait lerágják a kis csimpánznak, mert tehát megszülettek, nevelik őket, és akkor így jelegük lesz, azt hiszem, vagy valami miatt előfordulni, hogy lerágják az ujjaikat, meg az orrát. Ez a másik majom, ez az a másik majom lesz. Ez ilyen makákó? Nem. Azok a... Makákó az pont nem olyan erőszakos. Nem tudom, melyik majom volt, de... Ezek a kéregetős majmok csinálják azt. Hogy igen? Megölik a kicsit. Pávián az? Nem. Ez az ázsiai, ez amit küldtem, ja, ez a dagi. Igen. Azok is csak azért ilyen dagik, mert egyébként így élnek, hogy mászkálnak az utcán. Nem tudom, valami nem szerintem lehet, hogy hülyeséget mondok, de azt hiszem Tájföldön vannak ezek a majmok mindenhol, mint a galambok. Sok ázsiai országban vannak majmok, csak úgy. Ja, és állandóan abból élnek, hogy... A galambok. Igen, abból élnek, hogy megesznek minden szemeten, kukák, turistáktól, emberektől, mindenkitől elfogadják a kaját. Azt ilyen tökre el vannak hízom, amelyik nincsen, az meg így guberál, az hülye, hogyha nem adod oda, akkor kitépi a kezedből. Mint a galambok. Ja. Ott is néha lehet látni olyan dagadt galambokat, hogy eddig bűröpülni. Ja. Meg egyébként nem, nincs, én úgy láttam, hogy így az ember nem nagyon van tisztában a fizikumával egyébként a majmoknak. Most itt eszembe jutott a bonobóról például, amit küldök itt egy képet, vagy azért nem kellene sok neki, hogy szerintem ketté tépjen ez a majom, engem nézd már meg. Jó Isten. Hát, valaki azt mondja, hogy 4-5-szer erősebb egy embernél. Hát igen, valahogy azért meg kell tartani magad a fán. Ja. Meg tudod mit? Az jutott még eszembe, amiből ilyen sérült csimpánzok szoktak jönni, az a cirkuszi majmok, cirkuszi csimpánzok. Úristen, erről jut eszembe. Az észak-koreai fővárosi állatkertben volt egy ilyen kontroverzió, hogy az állatoknak a gondozói azok ilyen hát ilyen kakas fajtot csináltak az állatokkal. Különféle állatfajokat egymásnak eresztettek a halálig. Az igen. És felvették videóra. Hát ezt mondom, hogy majom is. Nincs olyan állat, aminek jót tenne, vagy bármiféle módon elfogadható lenne, hogy így cirkuszban, hogy mondjam, éljen, meg tanítsák, meg ilyenek, mert hát nem várhatod el azt egy állattól, hogy ő felfogja, hogy most dolgozol, és most ezt meg kell csinálni, hanem csak szimplán azért csinálja, mert csak úgy kap ételt, hogyha megcsinálja.
Aztán az, hogy ő az, és már állattól meg nem lehet elvárni azt, hogy feldolgozza ezt az infót, hogy most én dolgozom, és jó lesz, majd kapok kaját, és akkor így ez az élet. Mert ő neki nem az a természetes. Az embernek meg nem létezik olyan, hogy természetes, mert az ember az ki alakította magának így tulajdonképpen a világot, ahogy van, de egy majomtól nem várhatod el azt, hogy visznek városról városra, ugrálgassál, és akkor megkapod a kaját, visszazárnak a ketrecbe, azt mész tovább. Aztán ezek a cirkuszi állatok mindig a legsérültebbek. Mert nekik is vannak olyan szükségleteik. Egyébként csomó olyan állat van, aminek vannak olyan szükségletei, mint egy embernek, hogy játszanak például. Én például, amit észre nemrég tudtam meg, hogy a méhek, azt hiszem, vagy a méhek, vagy a dongók, azok játszanak. Tehát volt egy ilyen kísérlet, vagy nem is tudom, hát ilyen tudományos kísérlet, hogy ilyen kis fagolyókat leraktak, és akkor rájuk engedték a méheket, vagy dongókat, mert nem emlékszem, azt hiszem dongók voltak, és semmi okuk nem volt a dongóknak arra, hogy cipeljék a izéket, hanem csak egyszerűen gurították a labdákat. Így játszottak. És ugyanez van egyébként a szarkákkal is, meg bármi más ilyen korviddal, hogy a szarka, a varjú, az szeret játszani. Tehát, hogy például ugye vannak, akik házi állatként tartanak varjakat, hogy labdáznak, mert csak így fanból, nem azért, mert hogy megennék, vagy ilyesmi, nem egyszerűen őnekik is van egy ilyen része, minden állatnak szerintem van egy ilyen, vagyis hát ilyen... Intelligenciának az ismérve, hogy játszik egy állatfaj. Igen, abszolút. Az intelligens állatfajok azok, amik képesek játszani. Igen, és én szerintem, ami ezeknek a, mint a Travis volt, meg a, mi volt a másiknak a neve? Lucy. Lucy, ezek... Lucy. Én úgy érzem, hogy ezek úgy voltak tartva, hogy embert pótoltak. Tehát egy embert akartak pótoltatni ővel. Igen. És abból is lett a baleset végül szerintem. Igen. És nem lehet. Tehát, nem lehet vadállatot tartani. Nem jó ötlet. Nem, semmiképpen sem. Az embernek kutya, macska, meg díszmadár, hal az, ami szerintem teljesen elfogadott, mert meg lehet azt csinálni, de az, hogy... például nem olyan rég pont emiatt a téma, amit YouTube-on nézegettem videókat, és találtam egy csatornát, akik jabból áll a csatorna, hogy két nő, és akkor egy csimpánzt így otthon tartanak, mint egy... Tehát van neki külön szobája, meg elviszik, megfürdik, meg fogatmos, meg stb., meg lefekszik aludni, meg nézi a Shrek-et, meg mit tudom én. És akkor így mondom magamban, hogy elég veszélyes játék, amit játszanak azért. Veszélyes játék, mert egyébként tényleg ezzel nekem úgy tűnik, mint hogyha egy ilyen örök gyereket szeretnének tartani. Igen, igen. De nem lesz örökké gyerek a csimpánz, és előbb-utóbb akkor ő is ki fog, biztos vagyok benne, hogy egy gyerek csimpánzból ki fog jönni majd egyszer az, amikor ő elindul a maga feje után, hogy el akarja érni, amit akar, és már elege van, és el is fogja érni, amit akar, mert rádöbben arra, hogy erősebb, mint az ember. Mármint így, hát mint ahogy ezt ugye tudjuk, hogy... Szóval ez... Rengeteg ilyen kísérlet volt egyébként, hogy megpróbáltak emberként tartani egy majmot. Volt a legérdekesebb az egyik, ahol nem csak emberként tartottak és neveltek egy majmot, hanem egy kisbabának, mint egy ikertestvérként neveltek egy baby csimpánzt. És együtt ettek, együtt tanultak, együtt ezért tanultak járni, próbáltak beszélni, együtt lettek nevelve, mint testvérek. És ki is alakítottak mind a ketten ilyen testvéri ragaszkodást egymáshoz. Viszont a hosszú távon meg kellett szakítani a kísérletet, mert mind a csimpánz és mind a gyerek is elkezdett hátrányos személyiségi tréteket fölvenni egymástól. Nem, visszamaradottak. Meg kellett szakítani. Mind a ketten a saját
ezért saját útjuk olyan visszamaradottak lettek tulajdonképpen akkor. Igen. A gyerek később felnőtt és öngyilkos lett, és a majom az meg soha nem tudott beilleszkedni a többi majom közé, amikor visszajutték egy rezervátumba. Az ember túl állati lett, állat meg túl emberi. Igen, ez pont a... Amikor így a természetes ellen fordul az ember, vagy hát próbálja forszolni a természetes ellen. Az ember azt szereti ezt csinálni egyébként, ez most is érezhető egyébként a technológiában is, ami így fejled, meg fejlődik, meg mit tudom én, hogy így ellen akar menni annak, ami amúgy természetes lenne. Szimplán azért, hogy kényelmesebb legyen. Ez ugye az állatban nincs meg, szerintem. Az állat az nem akar kényelmesebben élni, hanem csak követi az ösztöneit. Viszont az embernek meg ott van az, hogy tudja, hogy létezik, tudja, hogy egyszer meghal, és ezért mindig, minél hamarabb, mindig mindent. A legtöbbet és a legjobban, leghamarabb. Ez az, ami nekik nincs meg. És hogyha egy majomnak ezt megpróbálod valahogy mutatni, hogy így milyen könnyű ételt kapni, mert én adok neked minden nap, meg mit tudom én, ő nem szeretni fog téged, nem azt fogja látni, hogy te törődsz vele, és akkor ez jó, hanem csak egyszerűen egy forrása vagy annak, hogy ő életben maradjon. Érted? Mert ők nem mutatnak úgy érzelmeket, mint ember. Nem olyan komplex lények így érzelmileg. És ők szimplán csak egy állat, az csak túl, tehát semmi feladata nincs, semmi más nincs a fejében, csak a túlélés. Érted? Hát itt vitatkoznék veled, mert a főemlősök, meg a, hát ugye az emlősökre is igaz egyébként, hogy ragaszkodnak egymáshoz, de a főemlősök azok abszolút társas lények és empatikusak egymás felé, legalábbis a maguk módján. És ezért baj az, hogyha kiragadják őket és emberként nevelik őket, vagy elszigetelve. Tehát például a Travis-t is ketrecben tartották annak ellenére, hogy gyakorlatilag gyerekükként próbálták őt tartani. Ha kiszedik őket ebből a környezetből, az is egy teljesen antiszociális elemmé teszi őket, úgyhogy... Uh-huh. De nem mondanám azt, hogy az összes ilyen kegyetlen darwini ösztönök alapján működik, mert igenis adnak egymásra, meg segítik egymást, meg törődnek egymással. Ja, igen, és szerintem valamennyire az emberekkel is tudnak, csak képesek vagyunk elfelejteni, hogy attól még vadállat, és nem egészen emberi. De az ember se emberi nagyon sokszor, úgyhogy... Igen, persze, igen. Persze. Az ember a legviseszebb. Ja, legveszedebb. Az ember az olyan tehát jó, az, hogy hallottad ezt, meg sokszor megtörténik, hogy a szabadban is biztos sokszor megtörténik, hogy széttépik egymást, meg ilyenek. De az ember az, ez sokkal, sokkal nagyobb mindennapi szinten van az, hogy fölöslegesen gyilkoljuk egymást, meg a saját hülyeségünkből halunk meg szándékosan öljük meg magunkat, itt most gondolok azért dohányzásra, ilyesmikre, tudod, hogy azért ebből a szempontból az ember, én úgy érzem, hogy mentálisan őrül bele abba, hogy ő neki, ő tudja, hogy egyszer meghal, és ezért ilyen nem bírja elviselni a tudatát annak, hogy ő van. Én úgy érzem, hogy az ember azért ilyen őrült, azért ilyen, hogy mondjam, nincs, kevés ösztöne van az embernek. Ami eszembe jut az ösztönről, az talán az anyai ösztön. Az anyáknak van egy ilyen nagyon érdekes dolga, ami tényleg ilyen állati alapú dolog lehet, de az egy ilyen összhang, ami egy állati eredetű ösztön, ez az anyai ösztön, viszont a többi, az meg tényleg nem tudja az ember mit csinálja, nem nincsen az, hogy ott vagyok az erdőben, és akkor túl kell élnem, hanem hogy így megszületek valami városba vagy faluba, és akkor minden szar, és akkor így találjam meg, hogy most mit csináljak. Mert nekünk nem az a, az embernek nem az a, nekünk csak egy alap dolog az, hogy enni kell,
meg inni kell, meg szarni kell, de az, hogy azon túl mit kell csinálni, az embernek több kell, és ezért tiszta hülye lesz, tisztára maga, elkezd őrültségeket csinálni, mert nem tudja, hogy mi a, nem, van egy űr a fejében, amit nem tud kitölteni. A maja... Az ember is ösztönlény abszolút. Emberi, az egyénnek a legnagyobb részét azt egy tudattalan ösztönvileg teszi ki egyébként. Tehát ha belegondolsz, mondjuk erre az állati témára, meg a kegyetlenségre visszavezetve, megnézed a sorozatgyilkosokat, akik talán a legkegyetlenebbek így az összes közül, azok maguk sem tudják, hogy miért csinálják, amit csinálnak, egyszerűen van valami ösztön bennük, valami vagy szexuális, vagy az agresszióból fakadó ösztön, amit ki kell elégíteniük. De ez igaz mindenkire. Tehát ez a hétköznapi agresszió is, amit mondasz, amit tapasztalsz így. Ez az állati vonás, ami megnyilvánul az emberekben, ez mind az ösztönvilágból fakad. Ja, igen, ez igaz. De igen, de én amire én gondolok ez alatt, az az, hogy az ember nem érti önmagát, mert sokkal, sokkal komplexebb az agya, és amikor mondjuk látok itt én az Asztórián valakit így kiabálni teljesen nonsense dolgokról, vagy ütni a földet, vagy valami, nagyon sokszor van, hogy lát ilyet az ember aluljárokban, mit tudom én, akkor én nem látok többet, mint az, hogy abszolút egy ilyen bele van gabajodva a pánikba, meg az egészbe, hogy van, és hogy ember, és hogy minden szar, és semmi se jó, és hogy nem tudja, mi van, és nincs kiút, és nem tudom, hogy mondjam. Lehet, hogy csak én projektálom a belső féle depresszión félelmemet ő rájuk ezekre a látványokra, de én látok egy fájdalmat ezekben az emberekben, akik így nyilvánulnak fel, meg nyilvánosan, ami hogy nincs semmi. Itt van minden körülöttem, de üres. Tudod, ez az, amit a majmok, meg az állatok, azok nem tudnak. Nem tudják, hogy léteznek. Nincs bennük az, hogy most én vagyok, és majd egyszer nem leszek, hanem csak... Nem tudják, hogy... Az nincs, igen. Nem tudják, hogy létezik ez, de attól még lehet, hogy ugyanerről van szó ott is. De ja, talán azért olyan érdekes ezek a csimpánz támadásos történetek, vagy akármilyen állati támadásról szóló történetek, mert emlékeztet minket arra, hogy valahogy mi is innen jövünk, mi is ebből az állati világból jövünk, és talán a saját cselekedeteinket is egy kicsit megmagyarázza, hogyha megértjük, hogy például egy csimpánz miért csinálja, amit csinál. Ja, egyébként erről abszolút eszembe jut az, amikor valakinek ideg összeroppanása van. Tehát van ilyen, hogy az ember elér egy olyan stressz szintet, hogy elszakad a madzag, és kifordul önmagából, és olyan dolgokat tesz, ami tehát bánt már. Primal lesz. Igen, van, voltak ilyen. Egyébként ez jó téma lenne egyébként a következő epizódra, hogy van ilyen, hogy az embernek ilyen nervous breakdownja van, és vagy ilyen ideg összeroppanása, és akkor teljesen kifordul magából, olyan dolgokat csinál, amit amúgy egyáltalán nem volt rá jellemző. Igen. Tehát, igen. Nem, tehát itt is meglátszik, hogy mennyire hasonlítunk egyébként ezekre a majmokra sokszor, hogy... Igen. De az is nagyon érdekes, hogy amikor az ember elveszíti a tudatát, vagyis legalábbis a tudatosságát, és így kicsúszik az irányítása kezei közül, legyen az mondjuk a zombi drogok miatt, vagy egy ideg összeromlás miatt, hogy akkor milyen ilyen ősi erőt szabadít fel magában. Tehát hogy lehet az, hogy valaki, aki használ valamilyen tudatmódosító szert, és lemegy egy ilyen teljesen állati szintre, azt szitává lőhetik a rendőrök, és valahogy nem hat rá, nem áll meg, és megy tovább. Igen. Meg érdekes, hogy ez is sokszor egyébként agresszióban jelenik meg, amikor, mármint most gondolok arra, amikor ilyen idegösszeroppanás van, nem összeesik az ember, és tehetetlen lesz, hanem elkezd pusztítani.
Tehát én mondjuk saját élmény, saját tapasztalatból csak az, amikor nekem volt ilyen hasonlóm, hogy nem az volt, hogy így összeestem, sírtam a földön, vagy mit tudom én, hanem tényleg olyankor az ember tör meg, zúz és pusztít, és mindent, ami előtte van, az tönkretesz, és nem egy megnyugvás, nem egy ilyen beletörődés ez, hanem mintha fizikailag próbálnál megmozdítani egy ilyen megmozdíthatatlan követ minden áron, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Úgyhogy igen, hasonlítunk rájuk, csak annyi, hogy nekünk be van rögződve már így az évszázadok alatt, hogy hogyan kéne az embernek lennie, meg gondolkodnia. Meg így vagyunk nevelve, ugye, természetesen, mert valaminek össze kell tartani a világot, mert máskülönben még mindig úgy élnénk, hogy teljesen ok nélkül megölhetnék bárkit, ez meg ugye... Ez talán egy jó ilyen végkövetkeztetés, vagy végszó lehetne, hogy ugye hasonlítunk nagyon a csimpánzokra, csak mi jobban el vagyunk baszva, mert mi több oldalról is defektesek vagyunk. Van egy ilyen belső természeti harag bennünk esetenként, meg ilyen kontrollálhatatlanság, de még ott van ez az intellektuális, meg szellemi nyomor is, ami képes úrrá lenni rajtunk. Úgyhogy... Ja, persze, persze ugye ez is. Egy kicsit lighthearted-ebb lezárásra gondoltam. Jó, ne tartsatok ki. Mondja, hogy én kíváncsi vagyok, hogy... Ha igen, akkor ne hívjatok meg minket. Írjátok egy e-mailt, és akkor csimpánz szerzünk nektek már. Azért csináltuk az egészet, mert van 10 csimpánzunk, el kéne szólni valahol. Nincs olyan, hogy rossz reklám. Nincs. Mit akartál mondani, Benedek? Értitek. Szóval, ugye már beszéltem a koreai állatkertről ma. Uh-huh. Nem csak azért híres, hanem azért is. Van náluk egy Azala nevű csimpánz. Ja, igen, tudom! Ja, igen. Kocigizik. Ja. De az nagyon dur. Ott... De nem is keveset, kérlek szépen. Most nemrég sikerült leszoktatni róluk. Leszokása előtt 40 szál cigit szívott el egy nap. Jézus. Chainsmoker volt. És tök érdekes, hogy csinálta és élvezte. És miért? Beszélne, akkor olyan hangja lenne, hogy ilyen. Ez nagyon durva. Ő lenne Charlie-ba. Ez nagyon durva. Hát igen. Egészségére. Hát megvan ez az izé, van ez a meje, ugye gyorsan itt. Big goes hard. Tessék, ez is eszembe jutott. Még egy utolsó fact, hogy ő is vezetett autót. Ja, igen. Melyik? Ez? Travis. A Travis vezetett autót, igen. Akkor bazeg lehet én is tudnék. Az egész, és nem csak, hogy vezetett egyébként, ki tudta nyitni a lakásának az ajtaját kulcsa, magát öltöztette, meglocsolta a virágokat, megetette a lovait a gazdájának, és meg tudta mosni a saját fogát. És stickshiftet vezetett. És a kedvenc játéka az egy Tickle Me Elmo volt. Az is egyébként az a Tickle Me Elmo lett a végzete. Igen. A nőnek. Igen. Miért elvette tőle, vagy mi? Elvette a nő a játékot, és az... Akkor megborult az agya. Igen. Ja. Az a durva, hogy egyébként egy csecsemő is ezt csinálná, csak nem tudja letépni az arcodat. Mert hogy egy ilyen akaratos csecsemőtől elvennéd a játékot, az is temper tantrumot ad meg neked, jön, de nem tudja letépni az arcod, szerintem ez a... Nem, szerintem, hogy ha tudná, akkor simán letépni az arcod. Egy gyerek, persze. Egyébként... Egész adás folyamán ment egy videó a fejemben, ezt ide rakom, hát ha... Közben mondjon. Hát igen. Ez is durva, mondjuk, ez egy nagyon... egy egészséges alany lesz. Na jó, ez egy nagyon bátor dolog egyébként. Én nem mernék ilyet, én nem merném. De ez még pici, ez még nem tudom. Megint csak így szórakoznak a gyerek majommal, aztán, hogyha felnől, akkor...
Ekkor majd lesz. De mondjuk itt a végén, itt a végén egyébként meg úgy néz ki, mint aki így volt, aki jól ellazult amúgy. Csak igen. Tényleg, amit a Peti mond, az, hogy itt van a probléma, hogy felnő, hogyha ezt csinálják vele mondjuk minden héten kétszer, vagy mit tudom én, akkor tiszta hülye lesz, az biztos. Én ezt a jó képük is, ez egy etióp majom. ez a majom, ez ilyen 10 és 80 közötti korú. Ja, úgyhogy én azt mondom, hogy találjunk ki valami témát a kövi. Ez meg olyan, mint a izé. Na, szerintem akkor zárjuk le ezt a podcastet szerintem. Ja, zárjuk le. Éppen elég. Nem tudom, hogy mi legyen a következő. Neked volt ötleted? Nem, ne spoilerezzük le. Majd kitalálunk valamit. Nem, már tudjuk, hogy mi, csak nem mondjuk el, mert meglepetés. Már fel is vettük. Igen, már fel is vettük. Szóval mindenkinek köszönöm a figyelmét. Ez volt az első epizódja a Halálos Dózis Podcastnek. Remélem tetszett. Találkozunk jövő hónapban. Sziasztok! 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 Sziasztok.